CEU. Lássuk be, csak ők képesek rá egy ilyen helyen, mint ez. De mire is pontosan? Én Tompos Márton vagyok, ez itt pedig a Momentum Logjának külön kiadása, amit adtak nekünk a rómaiak. A CEU egyrészt szerves részét képezi a hazai tudományos életnek. Előadásokkal és konferenciákkal. 9 magyar, aki megváltoztatta a világot. Ez a magyar címe annak a könyvnek, amelyet néhány hónap alatt már 4-szer kiadtak Amerikában. A könyv amerikai sikere érezhető volt a Közép-Európai Egyetemen. Kati Marton előadásán tele volt a terem. Történészek és politikusok is ott voltak. Illetve kutatási lehetőségekkel. A CEU-nak van a régióban a legnagyobb angol nyelvű könyvtára. Ez a könyvtár, ez szabadon, szabad mások számára is, tehát nem csak CEU-s hallgatók járhatnak be. Bárki bemehet a CEU egyik legnagyobb kutatóintézetébe, az OSA-ba is. Több ezer folyométernyi iratot és sok ezer órányi hangfelvételt őriznek itt. Ez a hely az emberi jogok ellen elkövetett jogsértések egyik legnagyobb nemzetközi archívuma. Emellett a CEU olyan lehetőséget nyújt a diákjainak, amit más intézmények nem tudnak megtenni. Világhírű kutatók, nemzetközi kapcsolatok és az Egyesült Államokban is elismert diploma. Ezt pedig már korábban is elismerték, szerte a világban. Tovább javított tavaly előkelő helyezésen a Közép-Európai Egyetem üzleti iskolája, amelynek felső vezetői képzése 11. lett a világ legjobb üzleti iskoláinak 85 hasonló programja közül. De nem csak a diákjainak nyújt egyedülálló lehetőségeket. A CEU-nak köszönhető az, hogy sok magyar kutató hazajött külföldről. Rengeteg olyan híres magyar kutató van, aki már Amerikában vagy más nyugati országban kapta a PhD-jét, és kifejezetten azért jött vissza, hogy itt a CEU-n dolgozhasson. Arról nem is beszélve, hogy pénzben mérve milyen elképesztő hasznot ad az országnak. A CEU évente 10 milliárd forinttal gyarapítja a magyar költségvetést. A kutatásra fordított uniós pénzt is itt hasznosítják, és itt költenek a külföldi diákok is. És ha ezek után felmerül még a kérdés... Mit tettek a rómaiak értünk? Ennyi nem elég.